Mikrofon. Kollégák, mindenki tudja, hogy hazám Magyarország és Lengyelország ellen a hetes cikk alapján a jogállamiság állítólagos súlyos megsértése miatt van folyamatban eljárás. Mi is az, hogy jogállamiság? A jog uralma, ami azt jelenti, hogy a döntéseket előre kiszámítható, mindenki számára világos, látható és mindenkire egyformán érvényes szabályok szerint kell meghozni. Na most az, hogy mi a jogállamiság megsértése, illetve a jogállamiságnak, a joguralmának az ellentéte, az önkény, azt legjobban az Európai Unió működésé lehet tanulmányozni. Például, hogyha Soros György vagy más lobbisták zárt ajtó mögött tárgyalnak az unió vezetésével, az a jogállamiság szabályainak a súlyos megsértése. Szintén ez, amit a múltkor tárgyaltunk, ugye, hogyha Barroso úr most már, aki fő biztos volt, most már a Goldman Sachs-nél dolgozik, és visszajár ide lobbizni, szintén a joguralma megsértése, amiről ma tárgyaltunk, illetve ma szavaztunk, hogy Juncker úr minden szabály megsértésével és megkerülésével nevezi ki a pajtását a bizottság főtitkári pozíciójára. Ez is a jogállamiság megsértése. Vielen Dank, Frau Kollegin Morvay. Meg a szót, parancsoljon, képviselőasszony. Dear colleagues, at the last plenary we were dealing with Mr. Barroso, former commissioner, now working for Goldman Sachs, coming back to bribe, perhaps, or perhaps just influence the present commission. At this plenary, we are talking about a political appointee becoming the Secretary General of the European Commission in violation of all the relevant rules. In the meantime, the European Union, the same European Union dares to have Article 7 proceedings against my country, Hungary, and against Poland for the violation of the rule of law. Don't you think that you should immediately, after this very session, stop these Article 7 proceedings and start proceedings instead against yourselves? Thank you. Awesome.